Nic vám van? Hello, Szúnya, azt vagyok, megpróbáltam pontosítani, de sajnos 10 perc helyre jöttem az igazat, mert valami kicsit zavartak vagyok. Hello, Lördunkös. Hello, Szúnya, én megpróbáltam pontosítani, de sajnos 10 perc helyre jöttem az igazat, mert az igazat megvan 20 percet is. De semmi probléma, ide adnál kabátját. Nincs kabátom, ez a ruhalisztek. Nagyon divatos. Istenem, alig kapok meg. Csak nem gyalogjöz vele? Á, nem, csak ideges vagyok. Csak nem miattam. De hogy nem, hát két aranylemez meg egy osztárdi. Meg tudnám felbocsátani. Ó, semmi baj. Kér valamit inni? Dávid, narancslét. Köszönöm. Régen ebbe a házbaját a pszichiáterhez. Nem mondja a doktor Tannenbaum? Doktor Tannenbaum, igen! 1, 2, 3, 4, napló. Május 17-e, szerda, 11 óra 20 perc. Jelentős dátum ez. 24 órája és 20 perce várok Szonyi Borszállal. Az egy napot még valahogy elnézni neki. De 20 perc az, ami dühít. Továbbá együttműködésük jövője felől komoly aggodalmat a tápláló bizonyos egymással ütköző személyiségek miatt. Súlyos megfontolás tárgyát képezi az is, hogy képtelen vagyok együtt dolgozni olyan emberrel, aki épp most szokott le a drogozásról. 11 óra 22 csengett, mert vettem a család kint is jelenti mutatkozni. Türelmetlen! Kétség kívül azért, hogy én kérjek tőle bocsánatot. Az Isteni nyissa már ti! Dracula lánya a küszöbön! Nyitva van! Hol a na ide figyeljem azt, hiszen... A saját érdekében azon mondja, hogy bocsóla vét. Nem adott magyarázatot hozzá a járvécére. Hát megint jelmez van. Nem tartásaim fokozódnak. Az együttműködés puszta gondolat Anasztászia Filipovával jeges rémülete volt. Hála Istennek, hogy egy eljött. Ki az az NFK? NFK? Hát ez a gondolom van, amit tudjuk közövén. Natalie Kaliszkai, a volt mennyasszony. Osztozkodásnál neki jutott minden, ami arany és ez is nekem jutott minden, ami protein. Tényleg nem szabad, hogy 24 percben múlva ezeket, hogy... Nem kaptam taxit. Tegnap nem is jutott. Na jó, de tudja, tegnap szakítottam le onnan. Tudja, a fiú, aki a legyőtt. Igen, tudom, mert ez már múltkor is mondta. Lesz időm rá, hogy megírjam az önéletrajzomat, esküszöm az első példányom magáért. Hány éves korában kezdett ez órázni? Négy. És nem esett le a székről? Oda kötöztek. Nézzed volna a vágyat, hogy komoly zenét komponáljon. Igen. Operát! Na azt nem! Konditerőt javasol. Nem tudom elmenni valahol csak vacsorázni.
Nagy, figyeljen! Én soha nem rendelkozom olyannal, akivel együtt dolgozom. Se férfival, se nővel. Úristen, ki beszélt itt rendelkozom? Én csak egy kellemes vacsora mellett társadásra gondoltam. Na, ezt hívják rendelkozom. Klaj, dehogy is a rendezvú az, amikor két ember fesztelenül találkozik annak reményében, hogy azon túl még fesztelenül fognak találkozni, pedig azt akarom, hogy mi fesztelenül találkozunk annak reményében, hogy legközelebb keményebben fogunk majd találkozni.